A délvidéki magyar színjátszás napjának alkalmából több rendezvényre is sor kerül. A házigazda Szabadkai Népszínház művészei mellett fellépnek az Újvidéki Színház és az Entai Magyar Kamara Színház színészei is. Az előadások közül amatőr színjátszóktól az Indul a Bakterház című előadást is láthatják a szórakozni vágyók. Az előadás sorozat október 25-től október 29-ig tart. Körmöci Petronella, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának művészeti vezetője elmondta, hogy a programsorozat gáláján kiosztják a Pataki Gyűrű díjat. Ezt a legrangosabb vajdasági magyar színészi díj átadására szánjuk ezt a gálaestet. A öt művészt, akik felettek terjesztve erre a díjra, Mezei Kinga színésznő rendező terjesztette fel. A Szabadkai Népszínház idén is meghirdette a drámaíró pályázatát. A zsűrinek 11 alkotásból kellett, hogy kiválassza a legjobbakat. Brescianszki Boros Rozi, a dramaturg, elmondta, hogy egyre népszerűbb a drámaírás vajdaságban. 16. alkalommal hirdettünk drámapályázatot, és 16. alkalommal szervezzük meg a kortárs vajdasági szerzők felolvasó színházát. Ez a 17 pályázat alatt, ha jól emlékszem, két alkalommal volt csak több pályázat, érkezett be több pályázat, mint idén, tehát nagyon nagy sikernek tekintem. Barát Katalin anyáskodók drámája és Rókus Zoltán Tyúklétra, avagy Micsorog a nyakunkba alkotása nyerte az idei pályázatot. A művek kortárs alkotások, amelyek az eddigi tapasztalatok alapján egyre kedveltebbek a közönség körében. 28.